Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Tarka Fesztivál Bonyhádon felszolgálták az első már elkészült marhát. Agrárkonferencia Bonyhádon, fókuszban a szarvasmarha tenyésztés. Zöld város. Eddig 1500 négyzetméternyi burkolatot leraktak, és több mint 15 ezer tonna anyagot mozgattak meg a szakemberek. Országos találkozó Dombóváron. A városban rendezik meg a szívegyesületek konferenciáját. Elkezdődött Bonyhád legnagyobb nyári rendezvénye, a 21. Tarka Fesztivál. A szervezők finom ételekkel és rengeteg programmal, valamint esténként sztárfellépőkkel várják a városba érkező vendégeket. Szeletelik az első sült marhát Bonyhádon a Tarka Fesztiválon. Az állat a nyársra kerüléskor körülbelül 200 kilót nyomott. Összesen 6 jószágot vágtak le a fesztivál napjaira. Gulyás és sült marha készül belőlük, illetve a főzőversenyen is őket használják majd, ahol 700 embert fognak jól lakatni. Előtte való nap ide érkezünk, azon délután 5 óra, 6 óra között, akkor ide hozzák az állatot, mi összeállítjuk az állványt, és felrakjuk az állatot az állványra, és ott elkezdjük az állatokat felkészíteni arra, hogy meg tudjuk sütni. Be kell pácoljuk, be kell fűszerezzük, alufóliával be kell tekerjük, mert ez úgy működik, mint otthon a kacsa sütőedény, hogy abba is belerakják a kacsát, az először párolódik és megsül. És mint látjátok, azért ilyen szépen megsül. A magyar tarka bonyhádi tájfajtája tette Európa szerte híressé ezt az állatot. A népszerűsítéséről szóló fesztiválon élvezhetik az emberek a belőle készült ételekben az igazán különleges, omlós, ízes húsát. Kettő itt a nyárson megsült, 4 pedig a gulyáshoz, illetve a holnapi főzőcskéhez kerül majd a bográcsra, illetve a holnapi ebédhez. Úgyhogy remélem mindenkinek ízleni fog a magyar tarka húsból készült étel, és holnap a főzőversenyen pedig majd finomakat kóstolhat a séf, aki a zsűri elnöke vagy a zsűrit fogja vezetni. A Magyar Tarka Egyesület által a fesztivál keretein belül tartott szakmai fórumra az ország minden részéről érkeznek érdeklődők, ahol hasznos információkkal gyarapodhatnak az állattenyésztés területén. A rendezvényt kísérő színes lehetőségek közül pedig mindenki megtalálhatja a neki tetsző programot. Így lesz ezen a hétvégén is itt Bonyhádon, hiszen nagyon tarka programmal készültünk a fesztivál névadójához hűen. Minden korosztálynak, kisebbeknek, nagyobbaknak, illetve minden zenei ízlés kedvelőknek készültünk programmal. Kísérő programokkal is szeretnénk elkényeztetni az ide látogatókat, mindenkit várunk szeretettel. A fesztivál névadóját, ezt a marhafajtát már az 1800-as évek óta tenyésztik, a bonyhádi perceleknek köszönhetően pedig az egyik legjobban ismert és elismert haszonállat lett Európa szerte. Előrehozott támogatással segíti a kormány a gyermekes családokat az iskola kezdésre való felkészülésben, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A közlemény szerint immár hagyomány, hogy tanévkezdés előtt augusztus végén küldik meg a szeptemberben esedékes családi támogatást. A juttatások korábbi utalásával és kézbesítésével az iskola kezdési terheket könnyíti a kormány. A Magyar Posta augusztus 24-től kézbesíti a családi pótlékot, a gyermekgondozás segítő ellátást a GYEST és a gyermeknevelési támogatást a GYET-et, a Magyar Államkincstár pedig augusztus 25-ére utalja a bankszámlákra a családi támogatást. Az ellátások korábbi folyósítása idén mintegy 1 millió 75 ezer családnak jelent segítséget a tanévkezdés előtt, áll a közleményben. Az ország kenyere biztosított, a kenyérgabona már a magtárakban van, és ez a legfontosabb és legmegnyugtatóbb mondata egy agrárminiszternek, jelentette ki Nagy István pénteken. A tárcavezető kitért arra, hogy a versenyképességet növelni kell az ágazatban, amihez a kormány minden támogatást megad a gazdáknak. A szakpolitikus szerint a kormányzat elkötelezettségét és eltökéltségét mutatja, hogy a 2027-ig tartó uniós költségvetési ciklus forrásaihoz Magyarország soha nem látott mértékű 80%-os nemzeti kiegészítő finanszírozást biztosít. Idén is megtartották Bonyhádon a Tarka Fesztiválhoz kapcsolódó országos agrárkonferenciát. A rendezvényre 25. alkalommal került sor, a fókuszban pedig ezúttal is a szarvasmarha tenyésztés állt.
Szerepelnek minimális feltételrendszerek is. Minden gazda érdeklődve hallgatta az állattenyésztéssel kapcsolatos újdonságokat Bonyhádon a Tarka Fesztivál keretein belül megrendezett előadás sorozaton. Most megismerhették az állattartók az állami támogatási rendszerben lényeges változásokat, illetve az új uniós szabályozásokról a tömeges állattartásban használt antibiotikumok terén is lényeges változásokról tartottak előadást. Az antibiotikum felhasználásának a mennyiségi felhasználását jelentősen csökkenteni kell, nem csak Magyarországnak, hanem az összes tagállamnak, illetve nagy mértékben szeretnék korlátozni a külföldről beérkező, nem megfelelően felhasznált antibiotikumot fogyasztó haszonállatoknak a termékeinek a fogyasztását. Tehát mind baromfi, mind tojás, mind szarvasmarha. De akár a tejiparban történt változások főbb részeit bemutató előadáson is hallhattak sok újdonságot az érdeklődők. Italig alapvetően azok a problémák, amelyek leginkább foglalkoztatják a tejtermelőket napjainkban. Ugye az elmúlt években láttuk azt, hogy a piac óriási ingadozásokon megy keresztül, takarmány, aszály, de akár a tejek csomagolóanyagai, úgy mint alumínium, műanyag pohár, teljes doboz. Tehát egy eszméletlen, egy nagyon-nagyon ingadozó piac, kiszámíthatatlan körülmények. Ugye a történelmi aszállyal fűszerezve, egy nagyon kedvezőtlen euró-forint árfolyammal mindenek felett. Az állategészségügyi konferenciának egyébként közel 3 évtizedes múltja van már. A mostani a 25. volt. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium szakmai támogatása mellett a versenyhivatal 2023. július 1-én indította el az online árfigyelő rendszert. Az árfigyelő az elmúlt több mint egy hónap tapasztalatai alapján rendkívül hatékonynak bizonyult, és a legnagyobb üzletláncok között olyan árversenyt generált, amely jelentős részben ellensúlyozta az egyes alapvető élelmiszerekre alkalmazott árstop augusztus 1-től történő kivezetésének hatásait, hangsúlyozta a pénteki közleményében a minisztérium. A rendszer indulása óta 62-ből 52 termékkategóriában csökkentek az átlagárak. 4 hét alatt 1500 négyzetméternyi burkolatot leraktak, és több mint 15 ezer tonna anyagot mozgattak meg a szakemberek a Zöld Város program keretében. A héten már mindegyik területen az építési munkálatok vették át a főszerepet Szekszárd központjában. A Zöld Város program keretében mindenhol elkezdték a térkövezést a szakemberek. 4 hét elteltével több mint 15 ezer tonna anyagot mozgattak meg, mondja a kivitelező. Emellett a Liszt Ferenc téren már 1500 négyzetméternyi burkolatot is leraktak. A szükséges térkövek 90%-a helyszínen rendelkezésre áll a munkások részére, illetőleg az ágyazati részek 95%-ával teljes egészében mindenhol el is készültünk. Ütemtervnek megfelelően haladunk, a határidőt pedig szigorúan tudjuk tartani. Egyre kevesebb munkagépre is van szükség, ezzel pedig a zajhatás és a por mennyisége is folyamatosan csökken. Gyurkovics János alpolgármester szerint a munkálatok előre haladása megelégedésre ad okot. A Prometheus Parkban készül a Szökőkút medencéje is, itt korábban a szigeteléssel sok gond volt, most olyan burkolatot készítenek, amely hosszú ideig garantáltan vízzáró lesz. Több alkalommal felvetődött, hogy a Szökőkútból való vízelfolyás, de most egy olyan megoldás lesz, ami itt hosszú távon biztonságot jelent. A múlt héten is elmondtam, de ismétlem, hogy 60 hónap plusz 2 év a garancia, úgyhogy bízunk benne, hogy ilyen víztartó próbát is fogunk csinálni, és hosszú távra meg lesz oldva a dolog. Azt még nem tudni, hogy melyik terület fog elsőként elkészülni, azonban biztos, hogy napokon belül már teljes térkövezett felületeket is láthatnak a lakosok. Magyarországon a munkavállalók 9%-a dönthet önhatalmulag arról, hogy honnan dolgozik, közölte a legnagyobb karrierportál reprezentatív felmérésének megállapításait. Az online kutatásába 1018-65 év közötti magyar dolgozót vontak be. A felmérésből kiderült, hogy 9% azok aránya is, akik bár rugalmasan választhatnak az iroda és a home office között, de előre meghatározott napokon be kell járniuk. Csupán a megkérdezettek 4%-a jelezte, hogy teljes egészében otthonról
dolgozhat, és csak abban az esetben kell személyesen megjelenni a munkahelyén, ha azt egy konkrét feladat vagy esemény indokolja. A felmérés szerint a távmunka lehetőségét biztosító munkahelyek alkalmazottai, a válaszadók 40%-a minden második esetben hibrid rendszerben dolgoznak. Bizonyos napokon az irodában, máskor pedig azon kívül végzik feladataikat. Az egész céget érintő távmunka lehetősége az átlagosnál nagyobb arányban jellemző a 10 embernél kevesebbet és a 25 ezernél több embert foglalkoztató cégekre. Az idei évben Dombóvár városában rendezik meg a Szívegyesületek országos találkozóját. A rendezvény augusztus 25 és 27-e között zajlik majd több mint 300 résztvevővel. A szervezés és koordinációs feladatokat a Dombóvári Szívklub Egyesület és az önkormányzat közösen látják majd el. A Dombóvári Szívklub Egyesület és Dombóvár városa nagy lelkesedéssel kezdte meg a munkát az idei Szívegyesületek országos találkozójára. A sporteseményt 2023. augusztus 25 és 27 között rendezik meg. Több mint 300 résztvevőre számítanak, és több helyszínen lesznek programok. A jelentkezők különböző sportágban, csapatokban mérhetik össze tudásukat, ügyességüket. A háromnapos rendezvényen a program részét képzi a város megismerése, a helyi értékek bemutatása is. A Magyar Szívegyesületek Országos Szövetsége minden évben rendez egy ilyen országos sporttalálkozót, és az idei évben mi kaptuk ezt a megtiszteltetést, hogy nálunk rendezzük meg ezt a versenyt. Körülbelül 300 résztvevőre számítunk, összesen 12 egyesület tagjai fognak jönni az ország különböző részeiből, tehát Miskolcról, Budapestről, Szolnokról, Zalaegerszegről, tehát sok helyről jönnek ide. Általában futás, úszás, gyaloglás, az mondjuk most vezettük ezt be, hogy legyen gyaloglás is, de teke, aztán lövészet, kosáradobás, röplabda, foci, tehát mindenféle sportágban összemérhetik a tudásukat, és ugye a külön érdekessége az egésznek, hogy ez főleg azért ilyen 60 év felettieknek a sporttalálkozója. Közöttük sok olyan van, aki valamilyen koszorúérbetegségen vagy egyéb műtéten átesett, úgyhogy ez különösen fontos számukra, hogy még mindig így a közösségben részt vegyenek, és ilyen kellemes sportverseny meg kellemes találkozót töltsenek itt el. Közel 10 sport és civil szervezet bevonásával, összefogásával 4 helyszínen valósulhat meg Dombováron a kiemelt esemény. A program és a szervezők is számíthatnak Dombóvár város önkormányzatának támogatására. Hát azok kezdem, hogy eleve örömteli az esemény, Dombóvár esett a választás, és nyilván ez köszönhet annak az aktív egyesületnek, amelyet ugye Dombóváron a szívklubosok képviselnek. Vezetőkkel a tavalyi év során többször egyeztettünk, és azt gondolom, hogy könnyen hoztam meg a döntést, hogy igen, adjunk mi a helyszínt. Nyilván miután kínáltuk magunkat, meg is választottak minket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jól előkészített dolognak indul, de azt is látom, hogy rengeteg útvesztője van, hiszen 400 fő fog ide érkezni Dombóvárra, akik aktív résztvevő lesznek ennek az eseménynek, és ugye ez több helyen fog történni. Természetesen a sportegyesületek vezetői, a sportnás és civil tanács odaállt az ügy mellé, ők önkéntesként fognak egész nap tevékenykedni. Oktatási intézményünk is odaállt az ügy mellé, hiszen a belvárosi iskolában lesz az egyik bázisa, a másik bázisa az a Szuhaj Sportcentrum lesz, és nyilván itt az étrend éttermében fognak tovább zajlani az események. Az egyesület tagjai és a város vezetése egy közös helyszínbejárást tartottak augusztus 10-én. A bejárás során megtekintették a verseny különböző helyszíneit, ezzel biztosítva annak sikerességét. A rendezvény remek alkalom arra, hogy az ideérkezők megismerkedjenek Dombóvár város értékeivel, és a város hírét is népszerűsítsék. Még régen gyakori volt, hogy az óvodában, iskolában átszoktatták a bal kézzel író gyerekeket a jobb kézre, manapság ez nem szokás, mert súlyos zavarokhoz vezethet. A társadalom és az oktatás sokkal elfogadóbb velük szemben, mint évtizedekkel ezelőtt. Augusztus 13-án tartják a balkezesek világnapját. Ezzel kívánják felhívni a figyelmet, hogy a világ népességének 15%-a balkezes. Regionális híreink következnek. Harmadfokú védekezés a Dráván. Emberi életeket, értékeket nem veszélyeztet a víz. Turistpolis pavilon nyújt segítséget a turistáknak Pécsen. Tájékoztatás a helyi programokról, információ a bajba jutottaknak. Gyűjtést tart a Magyar Vöröskereszt Baranyavár megyei szervezete.
a Marócs átért károk helyreállításán dolgoznak. Elhúzódó védekezésre számítanak a szakemberek Dráva Szabolcsnál, ahol most tetőzik a folyó. Harmadfokú védelmi szint van érvényben. A helyszínre látogatott a területi közigazgatásért felelős államtitkár is, aki a védelmi munkálatok helyzetéről kapott tájékoztatást. Most itt vagyunk a Lanka csatornának a szivattyú telepénél. Békeidőszakban ez a csatorna, ami egyébként Csiklóstól szedi össze a csapadékvizeket, gravitációsan engedi befolyjon a Drávába a víz. És helyen az a helyzet, ami most is van, hogy nem tud befolyni, akkor ezt szivattyúval lehet átemelni. Magyarázza a kialakult helyzetet a Dráván a vízügyi szakember a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárának, aki Drába Szabolcsnál az árvízi és belvízi védekezéssel kapcsolatos védelmi intézkedésekről érdeklődött. Az elmúlt időszak fejlesztéseinek is köszönhető, hogy nincs veszélyben senki az áradás miatt, mondta György István. Az árvízi védekezésnek a legfontosabb szempontja nyilvánvalóan az, hogy az ember életet védeni tudja, és a vagyoni védelmet is biztosítani tudja. Ehhez az kell, hogy mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket a korábbi árvizek hoztak, megfelelően értékeljék, és ennek megfelelően elkészüljenek azok a fejlesztési tervek, amik a védműveknek a még nagyobb vízterhelésre való fogadási alkalmasságát biztosítják. Valóban ezen a szakaszon is több ilyen fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban, is, hogy a vízügyi főigazgatóság igazgatója és a helyi vízügyi főigazgató tájékoztatott most a sajtótájékoztató előtt. Ezeket a munkálatokat itt jelentős szakaszokon már elvégezték. Jelentős mennyiségű vizet kell kezelniük most a szakembereknek, mondja az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. Ez a Dráva árvízen 2250-2300 köbméter másodpercenkénti vizet szállít. Ez elég jelentős mennyiség. Ez új szinteket is generált a Dráván, ugye Őrtiósnál is lehet, hogy itt is újat fog, közel állunk hozzá, max. Néhány centiméter eltérés lesz a korábbi rekordtól. Ezek természetesen azokon a védvonal szakaszokon, amelyek nem épültek ki, mert sajnos itt is van ilyen, bár a tervei kész vannak egyébként, mind a fekete víz, ahol betorkolik a Drávába, ezeken a védvonalokon azért jelentős védekezést igényelt, mintegy 50 ezer homokzsákot használtunk fel csak a Dráva mentén. Ehhez jelentős létszámú emberi erőt is be kellett vetniük. Összességében azt mondhatom, hogy 250 fölött volt az átvezényet, és a helyi vízügy létszáma, aki kimondottan most az árvízzel foglalkozott csak 24 órában, és nyilván ez egy jelentős feladatot jelent. Ami még feladatot jelent, az, hogy ugye harmadfok fölött vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy valamennyi ellenőrző szakasz két óránként meg kell nézni, rögzíteni kell, ez éjjel-nappali szolgálatot jelent, és ez bizony el fog tartani meggyőződésem, hogy vasárnapig legalább, de inkább hétfőig. Láng István szerint folyamatosan ellenőrizni kell az apadó részeket, hiszen előfordulhat, hogy meg kell támasztani a töltéstesteket, körbevenni a buzgárokat, illetve a földcsúszamlásokat le kell terhelni. Az úgynevezett fekete víz mentén vannak kritikus szakaszok a Dráván, ezek mélyebben fekszenek, nagy megterhelést jelentenek a védvonalra. Jelenleg az országban a Rábán, Murán, Dráván 300 kilométeren védekeznek, ebből 220 kilométeren harmadfokú a védelem, éjjel-nappal. A nyár folyamán többen keresik fel a Pécs belvárosában működő Tourist Police pavilont. Az emberek főként kulturális információkat kérnek, semmint rendőri segítséget. De előfordul az is, hogy a bajt megelőzendően fordulnak a szakemberekhez tanácsért. A pavilonnál kerékpárokat lehet ingyen regisztráltatni, és határvadásznak is lehet jelentkezni. A szolgáltatást a pécsi rendőrkapitányság munkatársai, illetve iskolaőrök végzik. A pécsi főtér délnyugati sarkában áll a Tourist Police pavilon szinte egész nyáron. Júniusban, amikor a nyári szünet elkezdődik, kitelepülnek, és egészen augusztus végéig várják a turistákat, városi embereket, akik a helyi kulturális programok vagy egyéb útbaigazítás miatt érdeklődnek. A pécsi rendőrkapitányság megelőzési alosztályvezetőjét, dr. Vitális Ágnes rendőr alezredes kerestük a témában. A turistákat szeretnénk segíteni nem csak turisztikai információkkal, mert hogy azt is adunk, hanem bűnmegelőzési és egyéb információkat is tudunk nekik szolgáltatni, illetve amennyiben segítségre szorulnak bármely okból,
akkor természetesen ott lehet jelentkezni, és mindent létezőt megteszünk, amit tudunk azért, hogy őket segítsük. Volt már, aki lopás miatt érkezett, és amiatt próbált panaszt tenni, illetve volt más egyéb olyan dolog is, ami miatt a rendőrséghez fordult, és tudtunk neki segítséget nyújtani. A pavilon az áldozatsegítő központ szomszédságában található, ezért ha valakinek az áldozatsegítéssel kapcsolatos problémája akad, akkor oda is van kapcsolata a kitelepült rendőrségi munkatársaknak, tette hozzá a rendőr alezredes. A pavilont működtető kollégáink iskolaőrök, akik ugye a nyári időszakban nem az iskoláikban vannak foglalkoztatva, hanem bűnmegelőzési tevékenységeket végeznek. Ilyenkor ők vannak kint a pavilonban, ők üzemeltetik, illetve emellett még bűnmegelőzési őrjáratokat is végeznek a belvárosban. Mellettük pedig közösségi szolgálatot végző diákok azok, akik még segítik ott a munkánkat, hiszen ők nyelveket is beszélnek, és az idegen turisták, külföldi turistákkal gyakorlatilag ők jól tudnak kommunikálni. Egyben pedig le tudják tölteni ott a közösségi szolgálatokat, a kötelező 50 órájukat, vagy abból valamennyit, és így tulajdonképpen egymást segítve működtetjük ezt a pavilont. A pavilonnál kerékpárokat is lehet ingyenesen regisztráltatni a Bike Safe rendszerbe, és határvadásznak is lehet jelentkezni. A szolgáltatást a pécsi rendőrkapitányság munkatársai, illetve iskolaőrök végzik. A pavilont 3 éve kapták a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft-től, ezt korábban több mint 10 évig a kapitányság biztosította a Turiszpolisz programhoz. A tájékoztató pavilon június 19-től augusztus 31-ig ad segítséget a turistáknak, érdeklődőknek. Július 21-én ért el többek között Marócsát is az Európa szerte tomboló extrém vihar. A jégeső súlyos károkat okozott a településen, ezért a Magyar Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete is próbál segítséget nyújtani a község helyreállításában. A jó cél érdekében adományokat is elfogadnak, amelyet a katasztrófát elszenvedők és a szakemberek, valamint önkéntesek ellátására, segítésére fordítanak. A Magyar Vöröskereszt a július 21-én Marócsát is megtépázó jégesővel összefüggő humanitárius feladatok ellátására kezdeményezett gyűjtést. Az 1359-es adományvonal hívása, vagy az erre a számra küldött adomány szövegű SMS-ek 250 forinttal támogatják a nemes célt. Ugye július 22-én Marócsa településen is helyt állt a Magyar Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezetének munkatársai és önkéntesei. Itt ugye 21-én délután voltak ugye nagy esőzések, ami jéggel jött. Itt kaptunk értesítést, riasztást a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól, hogy körülbelül 100 katasztrófavédő fog dolgozni a két településnek a helyreállításán. A Vöröskereszt elsősorban a szakemberek és önkéntesek ellátásával járul hozzá a károk helyreállításához, mint az ország legnagyobb humanitárius szervezete, már 1881 óta fontos szerepet vállal a magyar szociális ellátásban és a katasztrófa helyzetek kezelésében és rekonstruálásában, valamint a menekültek ellátásában. És az ő ellátásuk, tehát az élelemmel és itallal való ellátásuk, tehát ebben az esetben ugye önkénteseink, munkatársaink ásványvizet osztottak a részükre, valamint a Selyei iskola konyhán 150 adag babgulyást főzettünk le, ami kiosztásra került a kárelhárítók között, hogy ezekhez kérnénk szépen a lakosság segítségét, hogy ezeket a támogatásokat mi is meg tudjuk adni a kárelhárításban dolgozóknak. A Magyar Vöröskereszt támogatására nem csak az adományvonalon keresztül van lehetőség, pénzadományokkal, banki utalással is segíthetik a bajba jutottakat. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Tarka Fesztivál Bonyhádon felszolgálták az első már elkészült marhát. Agrárkonferencia Bonyhádon, fókuszban a szarvasmarha tenyésztés. Zöld város. Eddig 1500 négyzetméternyi burkolatot leraktak, és több mint 15 ezer tonna anyagot mozgattak meg a szakemberek. Országos találkozó Dombóváron. A városban rendezik meg a szívegyesületek konferenciáját. A hétvégén túlnyomóan napos, nagyrészt derült ég, csapadékmentes, jelentősen melegedő időre készülhetünk. Visszatér az igazi strandidő. Hétfőn is folytatódik a napsütéses időjárás. Úgy néz ki, már országszerte 30 fok felett alakulnak a maximum hőmérsékleti értékek. Gyenge marad a légmozgás.
Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!